Ezért is megveszik a Rikó. Ha engedelmeddel van, úgy legyen. De előbb mégis nézd meg, tám uram, ágyban találod szép leányodat. Talán egy ócska gondolán nevezted a húja múrnak karja közt. Magát, eszét, szívét, állását, kincseit egy hontalan kalandor szerecsennek kiszolgáltatva, nézd meg hát magad, ha őt a házban, ágyában veled, és én hazudtam, úgy törvény szerint sújtsál lelám, hogy csúfot üzi mertem. Gyertyákat ki! Fáklyákat gyűjtsatok mindenki talpra! Ezt álmodtam én, már hinni kezdtem fáklyát, hé, világot! Itt hagylak most az ártóba nekem, ha újra kéne valladom. Az állam őt nem nélkülözheti a cirkusnál dühöngő háborúhoz. Őnál a jobb vezért úgysem találnak, és gyűlödöm ugyan, de jobb nekünk kitűzni most a hűség zászlaját. Az üldöző apát pedig vezet az arzenál felé, ott rátaláltok. Én ott leszek vele, most Isten áldjon. Jó, jött szolgák, fáklyákat, igaz a régi, Rodrigo, beszélj! A gyűlölt életemből nincs tovább, a keserűség, jöhet a halál. A murral láttad, merre, házasok már, apák, ne higgyetek leányotoknak. A megrontó varázslat az, igen, páradta volna hozzád, indulunk, gyerünk mind, fegyvert, fegyvert hozzatok, van engedélyem, Rodrigo, előre! Minden. Ez a no past, ez itt Szegeden olvasható. Nem vallom be, hogy kifestette föl, de tudom. Igen. Jó. Na, ennyi volt körülbelül, hogy érezzük, hogy természetesen a legfontosabb lesz, hogy a jambus működjön a történetben. Az nem érdekel, hogyha más beszéltek, csak a szótagszám. Ilyen a zene és a költészet. Ezzel kapcsolatban teszem, hogy föl lehetne olvasni ott annak az elejéről Őrsi tanár úr két oldalát, de ezt az érdeklődőkre bízom. Marhára nincs itt levegő, azt hittem valami nagy táros, és végre nem sötét fejen leszünk. Ehhez képest ugyanúgy pincébe vagyunk, mint volnánk a 801-esben, de nem baj, műsorváltozás tehát, előről elkezdjük, és ti magatok olvassátok. Vitány! A zenélő gyerekjátok hangjára az esküvőre szökik, hogy ez vagy lesz, vagy nem, jelzem előre. Tehát ugye a Shakespeare-nél semmiféle instrukciók nem voltak, ő maga annyira szarva vette az egész szöveget, hogy körülbelül annyira rakta el, mint egy átlagos rendező a világítás terveit. Ha nem rekonstruálták volna utólag a szövegeket, akkor azt se tudnánk, hogy létezett, ez némi optimizmusra ad okot. Tehát az összes más hely, meg nem tudom milyen meghatározás, az utóbbi belefirkálás, az egyébként jól ismert Globe Színház fia. Azt se tudjuk pontosan, hogy hányan játszották. Ebből jut eszembe majd a tanács jelenetnél, ott feltétlenül ott lesz Tóni Bátyámi és Kedre Ricsi. Majdnem biztos egyébként, hogy a Shakespeare-eknél is így volt. Tehát a Lodovító ott ülnek ezen a tanácson, hisz különben elég érdekes, hogy hogy kerülnek újra vissza. Graziano és Lodovico ott van. Ez már el van osztva, majd kénytelen leszek azt a példányomat nézni, így is leszek. Tehát a zenélő gyerekjáték hangjára az esküvőre szökik Otello oldalát, Desdemonával előttük csupán poptolat, vagy nem mondom, vagy nem ilyen karneváli csontvász porgatókkal rögve, ezt nem hagyhattam ki. Minden esetre Velencében vagyunk egy szükör előtt, teljes színpad szélességben, mögötte pedig Mira János, aki kórházban van, és nagyon reméljük, hogy rövidesen fölépül. Minden esetre a Hungária fürdőt, ha ki ismeri a Dohány utcából, a magyar filmeknek jelentős részét ott forgatták. Ez egy szecessziós rom, te jól tudod. Tulajdonképpen annak egy átfogalmazása a ciprusi rom. Szeretik elfelejteni az inszenizációk, hogy ez egy megszállt sziget, és egészen nemrég tudtam meg, és hihetetlen tulajdonképpen mostanára 80%-a az orosz maffia kezében van, tehát az olajmágnások és egyéb, ki tudja honnan meggazdagodott urak kezében van Ciprus, ami egy nagyon érdekes gellert ennek az egész történetnek. Ide küldik, akkor velenceiket természetesen imádják, bár ugye meggyőződésem, hogy a lakosság fele az nem bánná, ha jönnének a törökök. Innen, tehát ebben a helyzetben játszódik a történet.
Igen, sötétben Cassio kiszámíthatatlan számú vigyogó mesztelen némberrel átervezhet, ezt a vízből írtam bele, volt az, hogy túl komolyan betűnt. De egyből legyünk lányokat várunk szeretettel a műhöz, vízcsomog, járvaj, gyertya mellett a pofákba merengve. Látványos produkcióként megvedel egy Ruffino vörösbor. Ástanár úr kérdezte, hogy mi az a Ruffino, mert nem bírtak, hogy ne olvasson bele. Az a, ugye, az a fonatizé, igen, igen. Prevenció rémálmot lát, Emilia magányosan zokon, vagy nem, igen. A Dózsa és társasága komolyan gyülekezik, viharfelhők a tengeren, hírnökök rohangálnak, eltéved fekete csődör, ez költségvetés függő. Veri a lovát, az írók, vágó pénzért szódát szerez, zenészek igencsak zenélnek, de Tiger Lily is, ha ki ismeri, elég jó banda. Hörgés. És Velence utca, azaz a vasfügg jönnek sötétben lassan vissza, tök sötét van, Rodrigo, Jágo jönnek fel. Nem tetszik az, hogy benne vagy te is. Nem hallgatsz. Azt mondta, hogy gyűlölök. De veszegem, ha nem. Én gyűlölöm. Három kérdés, hogy hazmagyját legyen engem. De ő az önfejű gondok a kérdést megtanulta. És érve, választott, és az érve, választottam magamnak hadnagyot. Na hát, te kit? Egy kis Firenze, valami Cassio. Harctéren nem volt, firkálnió talán, de puskaport még életében nem szokott soha. A nők után rohangál csak napestig, nem katona. De neki joga volt választani, akit éppen akart. És engem, aki Ciprusnál, Rodosznál sorolhatnám még órákig tovább, de egy ócska írnok, így elén bevághat. Ez hadnagy, és én, Isten áldja meg, a mór vezérnek zászlósa vagyok. Hódéra lennék inkább annyiszer. Ez a szolgál. Nagyszerű. Hiába tettek, rangsor, bárki megelőzhet. Én nem szolgálom. Na, nyugodj meg, hogy nem tudunk csinálni valami hűvösebbet. Meg a Péter ott vagyok.